Jármű történet, zenetanulás, testvérek koncertje és egy kis képzőművészet is szerepel a mai műsorunk kínálatában. Köszöntöm Önöket! Bemutatjuk a veterán autós találkozó nem mindennapi járműveit és három diáklány kiállítását. Ellátogatunk egy gitárórára és felidézzük Gusztus Ennyid és Bence múzeumi koncertjét, de programokat és olvasnivalót is ajánlunk a nyári időtöltéshez. Tartsanak velünk! Öreg járgányok, régi idők autói, motorjai, sőt még velocipédek is részt vettek a nagymúltú kiskunhalasi Kántor András veterán autós motoros találkozón. Az érdeklődők igazi jármű ritkaságokat is láthattak, például egy 110 éves kempingautót is. Minden járműnek különleges története van, tulajdonosaik pedig szívesen megosztották ezeket a sztorikat a találkozó látogatóival. Letűnt korok járműcsodái gördülnek be Kiskunhalas főterére. A veterán autók és motorok immár 28 éve, hogy minden nyáron háromnapos találkozóra érkeznek a városba. Az ország minden tájáról, de még a határon túlról is jönnek jármű matuzsálemek a Kántor András nevét viselő rendezvényre. Mi a szabadkai klubbal, testvérklub kapcsolatot ápolunk, és ők is átjöttek, még az ország minden sarkában van, rengetegen vagyunk, 100 fölött járunk, 130 körül. A koros járművek mindegyikének megvan a maga története, ilyen ez a 110 éves világritkosságnak számító autócsoda is, mely igen egyedi darabnak számított már hajdanán is. Elboldogult a terepen, de az utasai kényelmét is szolgálta. Ez egy Mercedes camping jármű, camping autó. Ezt Argentína megrendelésére gyártottak belőle 5 darabot, de állítólag 7-et és abból 2-t még Ausztráliába vittek. Ez Argentínából került Németországba, és Németországból került Magyarországra. Milyen idős ez a jármű? 110 éves. Mik a specialitásai? Miben volt már akkor a maga korában is különleges? Hát ez elsőként kempingautó és valójában terepjáró is, mert azért van ilyen nagy hasmagassággal és óriási kerekekkel rátva, hogy úttalan utakon át tudjonnak vele haladni. Kimondottan ezért van lánchajtás is ráépítve, mert a differenciál műves autóknak kisebb a hasmagasságuk, mert a differenciálmű középen leér, és ez kimondott azért lánchajtásos. A jármű belsejében is vannak meglepetések, csak némi átrendezés, és már lehet is kávézni benne. Rendes utazásra is használható, aztán ha megállnak, akkor körbe lehet ülni egy asztalt, és éjszakára még 3 személy is tud benne aludni. A találkozóról a kerékpárok ősei, a nagykerekű bringák sem hiányozhatnak, minden évben látványos bemutatót tartanak a velocipédesek. Többen a járművükhöz illő öltözetben vesznek részt a találkozón, például tűzoltó autó mellé tűzoltó egyenruha dukál. Miskolcról érkeztünk, ez a Borsod megyei Veterán Járműklub Egyesülettől. 5 autóval jöttünk ide, meg egy motorral, majdnem minden éven lejövünk meglátogatni ezt a rendezvényt, részt veszünk rajta. Én ezzel a csodával jöttem, ez egy Zhu A15-ös tűzoltóautó. Ez eredeti állapotban, így a fellelt állapotban benne minden akkori eszköznek megfelelően üzemel, meg van még, hogy úgy mondjam, sikerült megmenteni. Ez a jármű eredetileg a Diósgyőri gépjárban volt bent, szolgálatos gépjármű. Van egy papírja is neki, miszerint a digép területét nem hagyhatja el a jármű. Ugyanis a tűz keletkezett, ők elkezdték oltani, és míg a hivatásosak ki nem értek, addig ők elkezdték ezt a tüzet oltani. Amikor a digép megszűnt a gyár, akkor ezt az autót berakták egy ilyen fészerszerűségbe, ugye körbe rakták vasárgyal, matraccal, mindennel, és ott állt nagyon sokáig. És amikor ez a helyiség nekik kellett, mert ugye adták ki bérbe a helyiségeket, akkor mondták, szóltak nekünk, hogy van itt egy autó, nem kell? Hát, hogy ne kellett volna, már el is vasztuk rögtön.
Úgyhogy ami belül megvan benne, ugye az egyenruháktól kezdve az megmaradt, hát kívül sok mindent kellett pótolni, mert ugye az eltűnt róla, úgyhogy de sikerült megmenteni, és azóta ez üzemel. Most lesz 40 éves az autó, nálunk van közel már 20 éve. Az egykor jó szolgálatot tett tűzoltójármű azért ma is megállja a helyét, és ha úgy adódik, átgurul a fél országon. Miskolcon lábon jött le, így van, úgyhogy jönni, menni, megy ez tökéletesen, motorikusan tökéletesen állapotban van. Hát a karosszérián itt-ott még van javítani való, de minden éven van, mert 40 év alatt azért dolgozik a rozsda rajta. Most sikerült ugye ott is vizsgát mindig újítani kell, az is meg lett újítva, úgyhogy most 5 évig tudjuk megint használni, de közben folyamatosan mindig megy a felújítás az autónak, mert igényli. A kiskolnasi Kántor András veteránjárműves találkozó 3 napja gyorsan eltelt, de az autósok, motorosok, velocipédesek megfogadták, hogy jövőre veled ugyanitt. Megfestik az érzelmeiket kiszínesben, kis sötétebb tónusokkal. 3 diáklány mini tárlatát láthatták az érdeklődők a Csipke Hotelben. Még élő vászonra is készült egy tájkép. Az ifjú alkotók azt mondják, bármerre is sodorja majd őket a sors, a festés és rajzolás életük része marad. Beszélő színek és formák. 3 diáklány, Leila, Adrián és Regina mutatta be alkotásait a Halasi Csipke Hotelben. A kiállítást Kollár Tímea szervezte. Az alkotókat a művészet szeretete és közös iskolájuk a Déken Árpád Technikum köti össze. Mindhárom alkotó már gyermekkora óta szeret rajzolni, festeni, ami önkifejezési lehetőség is számukra. Először a képzőművészet fogott meg, aztán tértem át lassacskán az előadó művészetre, úgyhogy most már inkább azt helyezem előtérbe, és a festés az leginkább már csak hobbi maradt. Ide milyen alkotásokat hoztál? Hát van egy nagyobb absztrakt képem, akkor vannak, amik a természethez köthetőek, de van olyan festményem, amit egyenesen kérésre festettem. A többi az már csak ilyen jött unalomból, és valami hirtelen fantáziából. A festés az mindig az életem része marad, már csak azért is, mert ha sok stressz ér, vagy már valami kell, ami a munkámon kívül is kikapcsol, akkor az a festés lesz, mert az nem kötelező, az mindig csak szabad. Én nem csak a korosztályomnak, én mindenkinek azt javaslom, hogy fessen. Van is festésterápia, vannak ilyen dolgok is. Az a jó festésben, hogy azt nem tanulni kell, hanem azt akarni kell. Mert tök mindegy, hogy mit fest az ember, az ha neki jó, akkor az csak neki jó. Az nem kell, hogy másnak is jó legyen. Flamingók, medúzák, bálna és pillangók, Deli Regina több képet is hozott a mini tárlatra. A Dékániban Leilát úgy ismertem meg, tavaly ő volt ugye a tánc csapatnak a vezetője, és én ott egy évig táncoltam nála, Adri folyamtársam volt, és akkor így a gólyatábor hozott minket össze nagyjából. Tudtátok egymásról, hogy így alkottok és művészkedtek? Idővel kiderültek, ahogy így egyre többet beszélgettünk, megismertük egymást. Általános iskolában is volt szerintem még egy kiállításom, ahol elkért arra ezt a nárom egy-két művemet. Igazából úgy konkrétan, hogy akkor én most leülök mindig, és akkor festek valamit, olyan nincs, hanem inkább olyan, hogy az érzéseimet, vagy amilyen hangulatom van, amikor, de van olyan például, amikor unatkozok, és akkor így gondolok egyet, hogy most festek egyet, és akkor festek egyet. Azt még nem tudom, hogy merre meg hogyan, de nem szeretném abba hagyni a festést semmiféleképpen sem. Ebből így, ez az, ami mindig velem van. Bárhol, bármikor. Lehőc Adrián a színes képi világot kedveli, a témák között pedig most elsősorban a női testek ábrázolása foglalkoztatja. Szerintem elég fontos, hogy kifejezzük azt, hogy valójában milyenek is vagyunk, egy másik oldalunkat mutassuk így vászonon, vagy éppen csak lapon festékekkel és színekkel, szóval szerintem elég fontos ez az egyéniség. Ide most milyen képeket válogattál? Én inkább a női testekkel kapcsolatos képeket, a valóságot, hogy valójában milyen is ez, hogy milyen gyönyörű is lehet más szemszögből a női test, vagy éppen csak akár az emberi szervezet.
Akkor most ez a kedvenc témád, milyen stílusban szeretsz alkotni, milyen színekkel? Én mindenfajta színnel. Én nagyon szeretem a színességet, ezt a rengeteg fajta szín szimbolizálását. Általában a testeknél ragadok meg, vagy éppen a nagyon színes állatok és motívumoknál. Milyen terveid vannak az alkotással kapcsolatban? Láthatunk-e majd akár újabb tárlatot tőled? Egyelőre még nem tudom, hogy vannak-e komolyabb terveim, viszont szerintem lehet, hogy majd lesznek újabbnak, amiket lehet majd látni. A kiállítás bemutatkozó eseményén az érdeklődőket egy különleges bemutató is várta. Rendhagyóan élő vászorra, vagyis egy fiatalember hátára készült egy színes tájkép. A közönség kíváncsian nézte, hogy mozdulatról mozdulatra, színről színre hogyan születik meg a tájkép. Gusztus Enid és Bence neve gyakorlatilag egybefort a zenével Kiskunhalason. A testvérpár mindkét tagja imádja a jó slágereket, kedvenc dalaikból pedig egy nagy csokoravalót át is adtak a közönségnek múlt hétvégén a múzeumok éjszakáján. Egy testvérpár, akik rajongnak a zenéért, és imádják előadni kedvenc slágereiket a közönségnek. Gusztus Enid és Bence mindennapjait már évtizedek óta átszövik a különböző stílusú dalok. Bencének volt egy Walkmanje, és azon hallgatott Beatles dalokat, és nekem az volt a legelső, azzal indult, úgyhogy a Bence Walkmanjéről, mert persze vannak ilyen gyenge emlékeim, hogy apa gitározik nekünk, de amire úgy igazán emlékszek és meghatározó az, hogy miután már neked MP3 lejátszód volt, én még Walkman-en hallgattam, és az első ilyen emlékem. Családból jött maga ez a zene szeretete, meg az, hogy ugye zenélünk, meg mit tudom, én apának is voltak, nem tudom, lehet, hogy páran emlékeznek még a Műfházba, csinált ilyen Gusztus Károly estéket, meg minden ott is reppeltem, narancssárga, térdigérő pulcsiba, eszméletlen kompromitáló. De egyébként meg azok, amikor először voltam színpadon, tehát hogy ezek mind úgy, és utána ugye ez úgy az életünk része lett, és egyébként pont ez van most a kislányomban is, tehát hogy énekelte velünk azt a Green Green Grass, tehát hogy ez is olyan, hogy úgy magát a családi légkört teszik körbe a zene. Aztán onnantól már, hogy eszkalálódott ez, hogy zenélünk, ez már igazából csak annak a hozadéka. Bence jelenleg fuvarszervezőként dolgozik, így a zenélés most leginkább hobbiként jelenik meg az életében. Testvére viszont mostanában többször ül hangszerhez és énekel, mint korábban. Emellett nagyon a zene nem fér be, tehát egy olyan munkakör, ami 0-24-es odafigyelést igényel, de hogyha vannak így felkérések, vagy ilyesmi, akkor természetesen elvállaljuk, előtte egy hetet szoktunk rá általában készülni, és ez a hozadéka. Nekem sokkal inkább mostanában az életem része lett, mert volt egy ilyen magánéleti mélypontom, és akkor visszataláltam a zenéhez. Olyan érdekes, hogy addig évekig nem, és utána ez volt az esemény, ami úgy visszavitt a zenéhez. Akkor kezdtem el tanulni, zongorázni egyáltalán, úgyhogy nekem lehet, hogy jobban, de a vége ugyanaz, hogy ha vannak így fellépések, akkor nagyon szívesen elvállaljuk, de életvitelszerűen egyikünknek sem. Azt jól éreztem, hogy igazi örömzenélés volt ez? Tehát, hogy kb. Ilyen kedvenc dalokat adtatok elő? Totálisan igen, meg azokat, amiket tudunk. De egyébként örömzenélés volt. Tehát tényleg én nagyon jól éreztem magam, remélem, hogy a közönség is, mondjuk az a fontosabb, hogy a közönség jól érezze magát. Sokszor látunk már ilyet, ugye, hogy az előadó jól érzi magát, a közönség annyira nem. Remélem, hogy itt ez kölcsönös volt, és
Hát majd visszahallgatjuk, amit felvettetek, aztán majd meglátjuk. Neked milyen volt ez az este most? Én nagyon izgultam, pontosan ezért, mert hogy életemben először zongoráztam így közönség előtt. Szóval izgultam, de a végére annyira jó volt, és én pont ugye egy Tom Grennan dalt énekeltem a legvégén, és olyan jó érzés volt, hogy be tudtam vonni a közönséget, és szeretett is a közönség. Én legalábbis úgy vettem észre, hogy szívesen énekeltek velünk is, a közös produkciókra meg abszolút ez volt jellemző, hogy szívesen beszállnak ők is. Gitározni nem is olyan könnyű, és jó, ha a kezdők tanár segítségével ismerkednek meg az alapokkal. Már a Kiskunhalasi Zeneiskolában is működik gitártanszak, az egyik órára mi is ellátogattunk. Gyere lassabban, akkor egy ilyen gitártanás. Ilyen egy gitáróra a Halasi Alapfokú Művészeti Iskolában. Az intézményben pár éve van lehetőség ismerkedni ezzel a hangszerrel. Egy elkötelezett gitárművész tanítja a fiatalokat a hangszer alapjaira. Schwarzenegger Simon vagyok, gitárművész. Hát, hogy mióta zenélek? Hát régóta, gyerekkorom óta. Maga a tanítás az egyébként mindig is érdekelt, meg azt gondolom, hogy az előadás, előadó művészet és a tanítás az úgy egymás nélkül nem igazán tud meglenni. Tehát egy valamilyen fajta összedolgozás van köztük. Érdekelt igazából, szeretem csinálni. Azon kívül, hát nem tudom, mit lehet rólam érdemes tudni. Magyarország nagyon nívós gitárművészeinél végeztem, Cserki Andrásnál és Pavlovics Dávidnál. Az egyetemi tanulmányaimat alapvetően kortárs zene irányultságban játszom, és hát a harmadik évemet tanítom itt a Halasi Zeneiskolában, ahol egyébként nagy szerencsére én kezdhettem el a gitártanszaknak a felépítését. Nagyon lelkes tanítványaim vannak. Ezt most azért emelem ki, mert ez teljesen egyedülálló. Tehát amióta itt Kiskunhalason van klasszikus gitártanszak, kettő kiiratkozónk volt a három év alatt, ami hát ilyet én még igazából nem láttam. Tehát ez egy óriási motiváltságra enged következtetni. És hát jó hangulatúak az órák, produktívan dolgozunk együtt, szerintem megtaláljuk azokat a csatornákat, amivel a közös munka az előrefelé lendül. Szóval egy nagyon, nagyon mozgalmas dolog ez itt Kiskunhalason gitározás szempontjából, és nagyon örülök, hogy az ilyen rövid idő alatt ilyen lett. A tanítványok próbálnak megfogadni minden instrukciót, és otthon is szorgalmasan gyakorolnak, hiszen szeretnének minél jobb zenészek lenni. Sok ismerősöm meg rokonom is gitározik, és csak úgy. Mióta jársz ide órákra? Nem régóta. Mi az, ami tetszik benne? Nehezek az órák, könnyűek? Mi a véleményed róla? Hát szokott nehéz is lenni, meg könnyű is. Mennyit szoktál gyakorolni? Otthon kb. Fél órát, egy órát. Több évet akarok még gitározni. Nagyon tetszik. A zeneórákon sok hasznos tanácsot is kapnak a növendékek a tanáraiktól. Meg érezd azt is, hogyha mondjuk olyan nap van, mint ma például, hogy ilyen be van borulva, nagyobb a légköri nyomás, a többiek, az izületek is máshogy működnek, kicsit olyan meg vannak macskásodva. Szóval ilyenkor van, hogy több kell ebből. Tehát ez normális. Jó? Figyeld magad, érezd, hogyha még nem tudod úgy irányítani. Jó, és arra vigyázzál, hogy tényleg ez a nagy energia, ez van, hogy működik, amikor éppen jól használja, jól lovagolja meg az ember, viszont sokkal többször van, hogy igazából kibillent az egyensúlyból, mert rosszul ülsz rá, és akkor nem tudom, csak az egyik lábad van fent, a másik még a földön van, és elindul. És
akkor nem vagy rajta, tehát akkor csak így kibillensz. Gitározni nem olyan könnyű, mint amilyennek sokan gondolnák, így a kezdőknek mindenképpen azt tanácsolják, hogy tanár segítségével kezdjék el az alapokat, és gitárral is nyugodtan lehet kalandozni a zenei stílusok között. A népdalokon keresztül jutunk el egy közös kultúrkincsig, és gyakorlatilag a reneszánsztól a kortárs zenéig mindent játszunk. Tehát az, hogy ezekkel megismerkedjenek, megismerjék, meghallgassák az értékeiket, megtalálják benne, vagy a számukra fontos dolgokat, ez már egy óriási dolog. A legfontosabb talán mégis az, hogy mindenki szívből, kestelésből tanuljon zenélni. A sport, azon belül is a futball áll a középpontban, a lapozgató e heti könyv ajánlatában. Csapláros Márton, a Bibó gimnázium diákja, kedvenc focistájának önéletrajzi könyvét mutatja be nézőinknek. Az én általam hozott könyv, Jab de Groot, holland szerző által írodott könyv, ami Johan Cruyff önéletrajza. Ez a könyv eredetileg angolul íródott 2016 végén Johan Cruyff főszereplő halála után, ki egyébként alkoholizmus miatt vesztette életét, és Balogh Tamásnak köszönhetjük azt, hogy ez a könyv magyar formában is megjelent, hiszen ő fordította le. A könyv szerkezetéről annyit, hogy 27 fejezetből áll, szintúgy, mint másik könyvekben, minden fejezeteknél van egy kép, ami igazából egy előreutalás, amiből hát rájöhetünk, hogy az a fejezet miről fog szólni. Ez a könyv tartalmazza Cruyff születését, gyerekkorát, igazából szüleiről csak annyit tudni, hogy apja favágó volt, anyja pedig az egyik étteremben volt felszolgáló. Nagyon sok mindent letett az asztalra, több, még mai napig nagy csapatban volt edző, illetve játékos. Még a mai napi focihoz is rengeteg köze van, hiába hunyt már el 8 éve, az ő technikája, illetve játéka akkori világhírű, de még mai edzőket is elbűvöl, ezt úgy hívjuk, hogy totális foci. És ahogy kinyitjuk a könyvet, egyből látunk róla egy képet, amint említettem, azon a fontos mérkőzésen készült róla ez a legendás kép, és láthatunk a könyv legutolsó oldalán és a legelső oldalán általa mondott idézeteket, amiket mai napig ismer a futballvilág. A könyv tartalmazza még azt is, pályafutása után mibe kezdett bele, egyébként belekezdett üzleti életbe, politikus is szeretett volna lenni, de az végül nem jött össze neki, és ez miatt hát az alkohol felé fordult, így hát de rengeteget ivott, műtétjei is voltak, így 2016. októberében hát vesztette el életét, és természetesen ennek következtében az egész világ gyászba borult, hiszen egy óriási nagy legendát vesztettünk el, és igazából halála után kettő hónappal később íródott ez a könyv. Ezt a könyvet igazából azoknak ajánlom, akik így szeretik egyrészt a focit, és azon belül is a kicsit régebbi futball, tehát 60-as, 70-es, 80-as évekről van szó. Egyébként aki egy kicsit jártas a fociban, egyértelműen tudja a nevét, hiszen mint mondtam, a mai napi futballban is rengeteg köze van. Komoly zenei és könnyedebb koncertek, szabadtéri filmvetítés és előadások várják az érdeklődőket az elkövetkező napokban Kiskunhalason.
Többek között a városba érkeznek a Magyar Rádió szimfonikusai, illetve Kállai Sanders András és zenekara, de a Velocipéd világbajnok is megosztja velünk kalandjait. Programajánló rovatunkban már mondjuk is a részleteket. Zenélő Magyarország, ezen a hétvégén az ország több pontján is koncertet adnak a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának művészei. A sorozat egyik állomása Kiskunhalas lesz. Július 1-én szombaton 16 órakor kezdődik a koncert. A részfúvós koncert helyszíne a Városháza díszudvara, a program díjmentesen látogatható. Folytatódnak a szabadtéri filmvetítések Halason a Petőfi 200 filmklub keretében. Az idei program érdekessége, hogy a vetítéseket különböző helyszíneken tartják. A következő vetítés július 4-én lesz a Csetényi Élményparkban. Az érdeklődők a Szegény Legények című magyar filmdrámát nézhetik meg este 8:30-es kezdettel. A szabadtéri filmvetítések egészen augusztus 8-áig minden héten kedd esténként lesznek. Hasznos információk, jogi és pályázati aktualitások. Civil fórumot szervez a Halasi Városmenedzser Kft. A program július 4-én 17 órakor kezdődik a Sétáló utcai közösségek házában. Egy különleges jármű, egy különleges vendég, Halápi Sándor Velocipéd világbajnok, a kerékpározás nagykövete látogat el a Forrás Új Tükörklubba, és mesél az elmúlt 54 év versenyzői pályafutásáról. A program július 5-én, ezúttal szerdai napon, 18 órakor kezdődik a Sétáló utcai közösségek házában. Kivételes zenei élmény vár a komoly zene kedvelőire. Július 14-én este 7 órakor a Torma János Múzeumban Ábrahám Bence hegedű művész ad koncertet. A műsoron Johann Sebastian Bach művei szerepelnek majd. A belépésről a további részletek a plakátokon és webes felületeken találhatók. A könnyedebb kikapcsolódásra vágyókat július 14-én este a Városháza díszudvarába várják. A Halasi Városmenedzser Kft. Szervezésében valósul meg a Csillagok éjszakája elnevezésű rendezvény, melyen 20 órától színpadra áll a kiskunhalasi Gusztos Bence, majd este 9:30-tól a Megasztár tehetségkutató műsorában megismert Kállai Sanders András és zenekara szórakoztatja a publikumot, majd egészen hajnalig DJ Benny nosztalgia slágerekkel várja a táncolni vágyókat. A rendezvényről további információk kérhetők a Halas Média Sétál utcai ügyfélszolgálatán, a turisztika irodában és a Csetényi Élményparkban. Műsorunkat zenével zárjuk. Egy részletet láthatnak Gusztos Enid és Bence koncertjéről, a múzeumok éjszakájáról. Új adása, egy hét múlva jelentkezünk legközelebb. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra! Always my life. Jesus, they say God days. Don't be much. Cast it out of the sun. Won't be there when the ships are sail. And I need to tell it. Don't mean like the others in time.